Saját oktatóteremmel, informatikai eszközökkel és kivetítővel bővült a Kozár Mislenyi Művelődési Ház. Ezzel a fejlesztéssel önálló városi könyvtárat alakítottak ki, ami korábban iskolai keretek között működött. Mostantól viszont bárki kölcsönözhet könyveket, vagy akár tanfolyamokon és filmvetítéseken is részt vehet, mondta az intézmény vezetője Bakasára. A szerkezet átalakításon túl két szintje volt még ennek az átalakulásnak. Egyrészt munkaszervezeti szint, másrészt pedig funkció. A funkció átalakítás részben arra vonatkozott, hogy a városi könyvtárat, ami eddig a bölcsőde tetőterében kapott helyet, azt leköltöztettük ide, és valójában elkezdett működni a városi könyvtár. Tehát eddig csak nevében volt városi könyvtár, hisz maga a hely nem volt alkalmas arra, hogy nyitott legyen a mindenki számára, elsősorban iskola könyvtári funkciókat látott el. Mi ezzel a leköltöztetéssel egyrészt biztosítani tudjuk most már, hogy minden gyermek és felnőtt lakos számára elérhetővé váljék a könyvtári szolgáltatásunk. A könyvek iránt eddig is nagy volt a kereslet, teszi hozzá az intézmény vezetője. Egy hónapban volt, hogy 300-an is megfordultak a könyvtárban. A cél az, hogy a lakosoknak a 13-14%-a beiratkozott könyvtár látogató legyen. Mi azon vagyunk, hogy ezt a számot elérjük. Az új könyvtár pedig bizonyítja, hogy Kozár Mislenyi nem alvóváros, hiszen egyre több közösségi teret avatnak, és ezeket meg is töltik élettel, fejtette ki a polgármester Bíró Károly. Nagyon fiatal, nagyon modern intézményrendszerrel rendelkezünk, és ebből a sorból nem maradhat ki a közművelődés, a kultúra és ehhez rendelkezésre álló infrastruktúra. Most ez a legfontosabb, hogy ezt a területet fejlesszük, ehhez találtunk partnert. Ebbe partnerek a helyi civil szervezetek, partner a teljes önkormányzati vezetés képviselőtársaim, és mint ahogy láthatjuk, tapasztalhatjuk, országgyűlési képviselőnk, közművelődési államtitkár úr Hoppál Péter is partner ebben. Úgyhogy sokat tudunk fejlődni ezen a területen, és én ezt szeretném, hogyha ez továbbra is így haladna, és itt Kozár Mislenyben minél több teret kapna a közművelődés, a kultúra, programok, rendezvények. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár az ünnepélyes átadón elmondta, nagy eredmény, hogy Kozár Mislenyben a közművelődés mellett számos más tevékenységgel, így a sporttal is foglalkoznak. Ez is bizonyítja, hogy Mislenyi pezsgőbb, mint valaha, és a kisfaluból 15 év alatt igazi agglomerációs város lett, tette hozzá Hoppál Péter. Itt Kozár Mislenyben egyértelművé vált, hogy a korábbi úgynevezett alvóváros jelleg és típus átalakult egy közösségfejlesztésre érzékeny és közösségi innováció iránt nyitott településsé. Ennek érdekében természetesen a korábbi iskolai lehetőségek, a sport, szabadidős tevékenységek bő tárháza mellett igény mutatkozott arra, hogy valóban egy önálló városi könyvtár alakuljon ki Kozár Mislenyben, illetve hogy a kultúrás közösségi terek bővülésével egy teljes művelődési ház, kultúrház rekonstrukcióra is sor kerülhessen. A városi könyvtár állami és európai uniós forrásból újult meg, mintegy 50 millió forintot költöttek a fejlesztésre. Én nagyon bizakodó vagyok, mert ez a folyamat reményeim szerint erősíteni fogja azt, hogy minél többen és többen fognak hozzáférni értékes, minőségi kultúrához. Nem csak az olvasás szeretete, amit gyermekkorban kell elkezdeni persze plántálni a fiatalokba, hanem az értékes kultúrafogyasztása és egy életmód kérdés. A megújult művelődési házban többek közt asszonytornát, babamama tornát és hasonló foglalkozásokat tartanak majd. A közeljövőben pedig a tájház bővítését is megkezdik Kozár Mislenyben.